A Kumplasz Nyugdíjas Klub történetét Szabó Andrásné Marika idézte fel az ünnepi összejövetelen. Összejövetelünk apropója, hogy 30 évvel ezelőtt, 1986. februárjában alakult meg az akkor még Villamosszigetelő és Műanyaggyár nyugdíjas klubja. Az akkori SZB titkár Juhász István felkérésére Fricska Nándor közreműködésével 40 fővel alakult meg a nyugdíjas klub. A klub elnöke Juhász Laci bácsi lett, a klub vezetője pedig Szeri István és Pirike néni, még gondolom nagyon-nagyon sokan emlékszünk rá. Itt ma azért jöttünk össze, hogy együtt örüljünk annak, hogy mi itt lehetünk, mert sajnos sokan elmentek már közülük ez idő alatt. Emlékezzünk rájuk szeretettel, amíg gondolunk rájuk, velünk vannak. Ma örüljünk annak, hogy egészségünk megengedi, még hogy táncoljunk is egy kicsit, ha itt az alkalom. Tartsuk magunkat ahhoz, amit a szállóige mond, egészség legyen, a többit megvesszük. A klub tagságát elsőként Alter Robertné vezérigazgatóasszony köszöntötte. Ilyen szép, aranyos, kedves, vidám, fiatalos közösséggel ritkán találkozik az ember. Szívből gratulálok a nyugdíjas klubnak. Én mindig elmondom, amikor tehetem, hogy tulajdonképpen az, hogy a cég ma is él, ma is talpon van, ma is eredményes, az nyilván az elődeinknek köszönhető, hiszen ők alapozták meg a jövőnket, az ő munkájuk révén jutottunk el oda, ahova eljutottunk. Természetesen egyben szeretném üdvözölni mindenkit és az üdvözletét átadni minden aktív munkatársunk részéről, és kérlek benneteket, hogy hívjátok a most nyugdíjba menőket. Olyan jó látni titeket, én mindig mondom, hogy az a közösség, ahol vidámság van, tánc van, ének van, azok nem öregszenek, és tényleg ilyenek vagytok, valóban nem öregedtek, és remélem, hogy ez így marad még 20 évig. Köszönöm szépen! A Kumplasz Nyugdíjas Klub tagjait Csányi József polgármester is üdvözölte a jubileumi találkozón. A Kumplaszt az a cég, ami, nekem mindig műanyaggyár egyébként, nekem mindig ez jut eszembe róla. Nem akarok senkit megsérteni, se Karsai urat, se aki Kumplaszt eladott a cégnek, de azt hiszem, hogy ha jól gondolom, akkor a tejüzem mellett az utolsó olyan cég, ami a régi fényében és még ma is talpon van és működőképes. És ahogy vezérigazgató asszony elmondta, ez igen az önök érdeme, és annak az érdeme, hogy becsületes, lelkes, jól dolgozó emberek vitték mindig előre a céget, és biztosították azt, hogy ma is működő cég legyen, és azért, ha körbenézünk a városba, akkor egy kicsit a szívünk összeszorul, mert hát nem sok ilyen céget látunk, aki ilyen hosszú múltra tekint vissza, és ez mindenképp elismerendő. A köszöntések után ajándékkal jutalmazták a 30 éves klub legaktívabb tagjait, a férfiak pedig valamennyi hölgynek egy szál virágot nyújtottak át. Az összejövetel résztvevőit Hársvai Viktória szórakoztatta népszerű dallamokkal. Klub közismert csoportja sem maradt tétlen. A szupernagyik a vacsora előtt gyorsan kivonultak, majd átöltözve tértek vissza, hogy egy fergeteges kánkánnal szórakoztassák társaikat.